Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, nem kívánom megsérteni kormánypárti képviselőtársamat, de egy számvevőszéki vitára idehozni Sorost. Hát képviselő úr, kérem szépen, hogy állítson magán, hát az az adatsor, amit innen előhoztam, azt tudja honnan származik? Az Európai Bizottság vizsgálatát, a Soros szervezet az Európai Bizottság. Lehet, hogy önök megpróbálnak egy szofisztikált médiahálózaton keresztül több millió magyar állampolgárt ezzel az őrülettel teljesen beteríteni. Ezt ön sem gondolja teljesen komolyan, hogy az a szerveződés, amelytől önök egyébként EU forrásokat fogadnak el, az tudatosan Soros György érdekében manipulálja a statisztikákat, hogy önnek és a képviselőtársainak rossz legyen. Egészen elképesztő világot alakítottak ki, és én nagyon remélem, hogy ezt nem hiszi el, hanem csak politikai okokból mondta. Szeretném felvilágosítani amellett, hogy a vizsgálatot az Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottság folytatta le. A procedúra részeként a Költségvetési Bizottság is elkészíti a maga jelentését. Tőlem nagyon távol áll az, hogy mindenféle kontroll nélkül kezeljem, használjam a különböző uniós számsorokat, ajánlásokat, egyebeket. Jellemzően önök azok, akik idehoznak különböző törvényjavaslatokat uniós implementáció részeként, és ezzel nincs is minden esetben baj. De önmagában egy jelzővel elintézni statisztikákat, szakmai vitákat szerintem méltatlan, valóban ez méltatlan ez a házhoz. Én valóban megpróbáltam itt tények, észérvek mentén lefolytatni ezt a vitát. Bizonyos kérdésekre egyébként választ is kaptunk, tehát abszolút érdemtelennek nem érzem a kialakult helyzetet, de a hasonló megszólalások, mint az öné, valóban méltatlanul stigmatizálják ezeket a vitákat és bizonyos helyzeteket. Soroshozni egy számvevőszéki vitában szerintem is megalázó a ház tekintélyére nézve, de az, hogy önök számon kérik, hogy politikai vita alakul ki Magyarország parlamentjében, ahol politikai pártok vesznek részt egy szakkérdésről, ez egészen elképesztő. Melyik korszakban élnek önök?